Sziasztok, itt Attila, ez pedig a GameHolom csatorna videója, és a mai nap a korai hozzáféréssel elérhető Manor Lords-ról fogunk beszélni, ami egy ideje már célba van véve a számomra. Noha nem gondoltam volna, hogy ekkora érdeklődés nő kikörülötte, ami a Steam legkívántabb játékává teszi az utóbbi egy pár hétben. Idén már meglepett egy-két indie játék, amik lehúzásnak tűntek elég rendesen. Gondoltam, sose lesznek annyira jók, mint amennyire látszótnak, és ezzel is hasonló érzésem volt a market. Alapján. Ellenben végeredményében kellemeset csalódtam. Mielőtt viszont kitérnék a bemutatóra és a véleményemre, azelőtt szeretném elmondani, mi nem ez a játék. Ugyanis nagyon sok félreértés volt körülötte annyira, hogy a kiadás előtt még a készítő is kirakott egy posztot, hogy ez a játék nem egy totálvor. nem egy hatalmas birodalom stratégiai játék, és végképp nem egy Mountain Blade vagy Kingdom Come Deliverance. Egy kettem most valószínűleg furán néztek rám, de higgyetek nekem, a készítő ezt írta ki, és valószínűleg okkal. No, ha a Total War még megértem, de az utóbbi kettő nem tudom, hogy honnan jött ide. Szóval, ha ezen játékokhoz hasonlót vársz, akkor már most mondom, ez nem az. A Manor Lords leginkább a banished vagy Fardest Frontierhez hasonlít, de még azokhoz se teljesen. Egyszerűbb, de mégis részletgazdag. Olyan érzetem van, mintha egy szimulációs autóvezetős játékot hasonlítanánk egy Need for Speedhez vagy Forzához. Kicsit visszavesz a bonyolultságból, de közben kellően érdekes és szórakoztató. A benésben nem egyszer halt éhen a lakosságon fele, itt ugyan úgy érzem nehezebb ennyire sikeresnek lenni, de azért összehozható. Egyszer igen közel voltam hozzá, na de alapvetőleg én ajánlom ezt a játékot. Szerintem nagyon szórakoztató, kellemes kis játékocska. Viszont látom magam előtt, hogy a akik ezt a kőkemény szimulációszerű falu menedzsmentet keresik, azoknak kevés lesz. Nem csak mert sok helyen még hiányos, hanem mert eddig is érezhető volt a demo idején, de most már egyértelmű kell legyen mindenkinek. Ez inkább egy egyszerűbb, könnyed játékocska, amiben nem feltétlenül kell termelést számolnod, vagy minden évben a tél miatt aggódnod. Ez azt is jelenti viszont, akik csak azért nem szerettek az ilyen játékokkal játszani, amiben ennyire kőkeményen menedzselned kell a településedet, mert túl szenvedősnek érezték, azoknak itt ez egy nagyszerű lehetőség. Kapsz néhány emberkét, akik egy új települést kezdenek az irányításod alatt. Viszont itt a sokasággal ellentétben nem egy-egy munkást kezelsz, hanem egy egész családot. Amikor berakod, hogy mondjuk valaki dolgozzon bányászként, akkor az egész család bányászást és a hozzátartozó feladatokat végzi. Például a vadászok nem csak vadásznak, de a prédájukat haza is viszik és a piacon el is adják. Nincs egyéni vagyon viszont. A piac inkább csak egy központi elosztó része a lakosságnak, ahol a raktárból kihozzák a cuccokat, hogy elosszák egymásnak. Számomra egyébként ez a rendszer egy sokkal logikusabb is, hogy családokat irányítasz, nem pedig egyéni személyeket, mert a régebbi időszakban ugye a családok Adták egymásnak, így a fiaiknak, meg az új nemzedéknek át a szakmát. Ugye, aki kovácsnak született, az valószínűleg kovácsnak is ment utána. Az utak, házak elhelyezése nagyon szépen összerakható, és olyan gördülékenyen megy, hogy csodálom, miért nem látunk ehhez hasonlót gyakrabban. Az összes játék nagyon ragaszkodik a négyzethálós építkezéshez, és ha nagyon akarsz, itt is tudsz ehhez folyamodni, viszont ha van egy görbe utad, akkor ha földet vagy házat, piacot raksz hozzá, akkor alkalmazkodik a formához. Annyival természetesebbnek néz ki így a végeredmény. A lakosaink házánál még erősen számít is, ha túl kicsi a hely. Akkor nem tudod bővíteni két lakosra, vagy berakni egy extra termelést. Ezekből a parasztházakból lehet bónusz ételt termelni, vagy vannak még a csak itt kiépíthető szakmák is, mint például a cipész, szabó, ács, és még egy jó pár. Megjegyzem, csak itt tudod készíteni a páncélokat, fegyvereket is, és ahhoz, hogy fel tud fejleszteni a házat erre, ahhoz teljesítened kell az alap szükségleteiket a lakosoknak. A szokásos étel, ital, ruha, vallás, piálás, ezeknek még szintjei is vannak, magasabb szinten például többféle ételt, vagy éppenséggel fejlettebb templomot szeretnének. És kell is a magasabb szint, mert a népednek van egy közös vagyona, ami alapján adót fizetnek, illetve ebből tudsz kereskedni, vagy fejleszteni különböző irányokba az épületeket. A kereskedelem az nagyon broken, olyan pénzeket kerestem egy vadásszal és egy cipészszel, csak néztem, hogy ez így, ez így talán nincs rendben. Minden emberednek saját fegyvere és páncélzata van. Az alapján milyen csapatokat toborzol be, és milyen eszközöket tudsz nekik adni. És itt jön elő, miért gondolták sokan ezt egy totál játéknak, mert a csatáknak végtelenül olyan érzetük van. Irányítás, katonai formációk kezelése, stb. Vannak furcsaságok, ahogy egy-egy emberke nem a harcban van, hanem csak áll úgy a semmibe, noha nem összekevervőket őket a hátsó sor álló morális támogatást nyújtó drukkolókkal, azokat figyelmen kívül hagyva tudnak furán viselkedni a katonák. De ő szintén szó. ezt a játékot egy darab ember csinálta, főképp, javarészt, és nem tudok csúnyán nézni miatta, mert a Total War készítőinek mai napig nem sikerült megoldani, hogy ne csináljanak furcsaságot az embereink, és ők meg több száz fejlesztővel rendelkeznek. Itt a harc olyan, mint annak idején az AC3-ban a hajózás. A fognánk és a harc köré egy külön játékot csinálnánk, elvinni az élmény a hátán a terméket. Itt sikerült olyan jól összemosni a gigapolis építést és a harcrendszert, hogy a kettő annyira szépen kiegészíti egymást. A videó készítésekor még nincs a játékban aktív AI, ami építkezik szintén és úgy foglal területeket, de vannak bonditák, ami könnyed akadályt és zavarást jelentenek, és a megyén kívülről nagyobb földes urak is küldenek be katonákat, hogy elfoglalják a területet. Gondolom mondanom se kell, hogy fosztogatni hozzánk is benéznek a banditák, és ha már nincs mit foglalni, akkor a földes úr is tiszteletét teheti. Ezek ellen kellenek a katonák és a jól menedzselt falucskád. A Steam-es értékelése 90%-a jelenleg pozitív, ami nagyon jó, és mivel úgy érzem a bemutatom javarészt pozitív volt, ezért ellensúlyoznám a véleményemet a negatív értékelésekből inspirálódva. Többen felhoznak vizuális bag hibákat, glitcheket, amikkel sajnos én is találkoztam itt-ott, de semmi tényleg nagyon játéktörő számomra, illetve nem is olyan nagyon zavaróak. Mondjuk ezzel kapcsolatban az jut eszembe, hogy egyik településemen folyamatosan gondja volt két-három épületnek a tűzifa ellátással a játék elejétől a végéig holott még újra is építettem őket, és a többi épületnek nem volt gondja, arról nem is beszélve, hogy több hónapra előre elegendő tűzifa volt raktáron. Ilyennel kapcsolatban találtam is negatív értékeléseket, hogy vannak időnként furcsaságok, hogyan érzékeli az ellátást egyes épület. És vannak, akiknek kifejezetten összeomlott az egész rendszer, tehát hogy a, akármit csináltak, az épületek nem akarták felfogni, hogy van elég nyersanyag egy-egy de lehet, hogy ők rontottak el valamit, tudjátok azzal kapcsolatban, hogy hogyan raktak le épületeket, mert azért ekkora mennyiségben nem volt gondom. Őszintén szóval, mint ahogy mondtam, ugye tapasztaltam érdekességeket, de három különböző településem volt, másképp építve és máshol. Egyszer se volt totális játéktörő, játékromboló élményem, de az utóbbi időben mióta komolyabban értékelek és bemutatok játékokat, arra lettem figyelmes, hogy egy embernek teljesen jól tud működni a játék, a másiknak meg totálisan játszhatatlanul tud menni. Szóval nektek lehet rosszabb vagy jobb az élményetek, de az értékelésekből kifolyólag úgy érzem a többségnek rendben fog működni. Az én gépemen szépen is futott, leírásban megtaláljátok milyen játszottam. A legnagyobb gondom, most így a végére eszembe jutott, hogy még... igazából, hogy nincs kész a játék. Ilyen bemutatóknál gondolkozom mindig mi az, amit tetszett, mi az, ami nem, és az a helyzet, hogy ez a legnagyobb gondom. Több fejlesztést szeretnék, több térképet, a rendeségei ellenfelet, és lehetőség szerint a multiplayer kópot, ami egyébként nem kizárt a jövőben, azt nyilatkozta a készítő. De hát ilyen, ha valami korai hozzáféréssel jelenik meg. Egyébként jut eszembe, ha egy valamilyen oknál fogva feltűnt volna nektek, hogy ugye harmadik személy nézetben járkálok a faluban, és nézegetjük a kis falucskánkat, hogy ez, ez micsoda és milyen feature tartoznak hozzá, milyen dolgokat tudsz benne csinálni. Sok mindent nem tudsz. Tehát ez, ez egy nagyon ilyen tesztfázisban lévő játékmechanika, amit belehelyezett a készítő. Tényleg csak annyi, annyira van benne, hogy átnézhessd a faludat harmadik személy nézetben. Lehet, hogy innen jött eredetileg ez a, a Mountain Blade vagy Kingdom Come Deliverance-szerű gondolatmenet, hogy, hogy ó, oh, izé, harmadik személy faluban járkál, ú, uh, izé, oh, hú, milyen játék lesz ebből. De nem, ez, ez valójában tényleg annyira egy ilyen kis nézegetős kis dolog, hogy konkrétan keresztül mész a dolgok nagy részén, semmivel nem tudsz interakcióba lépni, illetve bármilyen karaktert választasz, mindegyik ugyanúgy néz ki. Szóval tényleg, hogy tényleg csak arra van ilyen kis jópofa feature, hogy, hogy megnézhessd a faludat így harmadik személy nézetben. Összességében én ajánlom mindenkinek ezt a játékot, ez egy jó játék, csak tudjátok ti, hogy amit elvártok, szórakoztatás, azt nyújtja. Lehet egy játék az évtized játéka, ha ti nem szeretitek azt a zsánert vagy stílust. Ez pedig egy lenyűgöző termék ahhoz képest, hogy egy darab fejlesztő készítette javarészt. És én, aki szeretek játszani az ilyen stratégiai játékokkal, menedzsment játékokkal, és a ben is óta igazából nem találtam szerintem egy olyan játékot, ami ennyire ö, lekötött volna ilyen menedzsment játék. Én, én kifejezetten ajánlom. Viszont ez volt az én véleményem, de most rajtatok a sor. Írjátok meg, ti mit gondoltatok róla a komment szekcióban. Sziasztok!